az erdős jogcímcsoport igénylését mutatnám be. Ezen belül is kezdeném a Natura erdő jogcímmel. Ezen jogcím esetében a támogatási kifizetési igények erdős jogcímek jelölőnégyzet betipálva van, tehát megszemélyesül abban az esetben, hogyha a korábbi kérelemmel rendelkezőknek a 2022 évi kérelme jogosultság ellenőrzésen átesett, és elfogadott DP Natura erdő kérelemmel, illetve erdőrészlettel rendelkezik, ebben az esetben ezek megszemélyesítésre kerülnek. Első belépéskor ez az erdős jogcímek mellett a PIPA automatikusan bent lesz a jelölő négyzetben, azon ügyfelek esetében, akiknek volt korábbi kérelme. Ennél a jogcímnél nem kell a tábladatokat tölteni. Ezt a jogcímet az erdős jogcímek dossziéban tudjuk igényelni. Ugye, megszemélyesül az erdőrészletünk és az igénylés. Amennyiben nem személyesül meg, a beszúrkomban tudunk felvinni új erdőrészletet és ahhoz új jogcímet. A megszemélyesült Natura erdő jogcímet pedig az erdőrészlet előtt a kijelölésbe tett jelöléssel tudjuk aktiválni. A szerkeszt gombbal tudjuk a jogcímigénylést elvégezni. Itt a felugró tételadatok panelen ki kell tölteni azt, ami pirossal kerül megjelölésre. Ilyen a blokkazonosító, és nyilatkoznunk kell arról, hogy az erdőrészlet azonosító szerepele az érvényes erdőterv határozatban. Ezzel megvan a Natura erdő igénylésünk. A következő jogcím, amit bemutatnék, az a VP erdőkörnyezetvédelmi kifizetések lenne, ez az EKV. Az EKV az nem személyesül meg, szintén az erdős jogcímek adatblokkban igényelhető. Ehhez fel kell vigyük az erdőrészletünket, amelyet úgy tudunk megtenni, hogy a beszúrás gombra kattintunk. Ezen jogcím támogatói okirattal vagy támogatási kérelemmel igényelhető. Hogyha még nem rendelkezünk támogatói okirattal, akkor lehet támogatási kérelemmel benyújtani a kifizetési kérelmet. Ezen iratokon szereplő erdőrészlet azonosítót kell megadni. Az erdőtag azonosító csak numerikus lehet, a részletjelet pedig lenyíló listából tudjuk kiválasztani. A kijelölés gomb megnyomása után a beszúrral felvisszük a jogcímünket, a tételadatok panelon kiválasztjuk a megvalósított célprogramot, VP-LKV esetében három célprogram választható, az örökerdő, az a szállaló erdőgazdálkodás, az erdőállományok kézi munkaigényes ápolása, illetve a természetkímélő anyagmozgatás. Az erdőállományok kézi munkaigényes ápolása esetén lehetőség van részterületes igénylésre is, ebben az esetben tölteni kell a tábladatokat. A részterületes igénylést a terület határállandósítással elkülöníthető rész erdőrészletre lehetséges. Pirossal kerülnek megjelölésre a töltendő mezők. Egy ellenőrzés gombbal tudjuk aktiválni őket. Amennyiben kiegészítő intézkedés is megvalósításra került, akkor tölteni szükséges a kiegészítő intézkedések mezőit is. Ez lehet patka, rőzse, fonat, fatörzs, ahogy a támogatási kérelemben is szerepel, kerítés, légkerítés és villanypásztor. Ebben a jogcímben kötelező a dokumentumok csatolása, beadást akadályozó hiba, hogyha nincs dokumentum csatolva. Az ENVA LKV jogcím lenne a következő, amit szeretnék bemutatni. Ennek igénylése ugyanúgy zajlik, mint a VP LKV jogcímé.
Itt több tevékenység választható, azonban a VP-LKV, vagy az MVA-LKV cég az, amelynél történhet a megvalósítás részterületen, ebben az esetben az MVA-LKV részterület jelölő négyzetet kell kitölteni. Kitöltendő mezők mindig pirossal kerülnek megjelölésre, ilyen az iratazonosító és a blokkazonosító. Amennyiben részterületen valósul meg az igénylés, a tábla adatokat tölteni kell. A következő jogcím pedig a VP erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése lenne, amit bemutatnék. Ezen jogcím igénylése is ugyanúgy történik, mint a VP-LKV vagy az MVA-LKV. Ki kell tölteni az erdős jogcímek dossziét, meg kell adni az erdőrészletadatokat, az adott erdőrészlethez kijelöléssel majd beszorgomban lehet új jogcímet felvinni. A lenyíló listából a megvalósított célprogramot kell kiválasztani. Itt is a támogatási kérelem, vagy ha már rendelkezik támogatói okirattal, akkor a támogatói okirat iratazonosítójával lehet benyújtani kifizetési kérelmet. Ezen jogcím esetében az 1A és a 2-es felújítás célprogramoknál lehet részterületre is igényelni, ekkora tábladatokat is tölteni kell, ugyanúgy, ahogy az összes többi erdős jogcímnél, itt is csak SÉP vagy EUV lehetőséggel adható meg a táblarajz. Pirossal kerülnek megjelölésre azok a mezők, amelyeket tölteni kell. Iratazonosító, ugye ha részterületes tevékenységünk van, akkor ki kell választanunk, hogy egész vagy részterületen valósítottuk meg. Az 1B, 1C és 3-as célprogramoknál csak teljes területes igénylés lehetséges. Ha a kiegészítő intézkedés is megvalósult, akkor annak mezőit tölteni kell. Ezen jogcím esetében is a dokumentumcsatolás az elektronikusan történik, kötelező, beadást akadályozó hiba, hogyha nincs dokumentum csatolva. A következő jogcím az a VP erdészeti potenciál helyreállítás, amit bemutatnék. Itt a kérelem benyújtás az egységes kérelem részeként a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően lehetséges. Csak a 2014. július 1-e után bekövetkezett biotikus és abiotikus káreseményekre igényelhető támogatás. A természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre a felhívás alapján egy adott típusú természeti katasztrófa után csak egyszer vehető igénybe támogatás. A támogatás olyan egész vagy rész erdőrészletre igényelhető, ahol a természeti katasztrófa következtében 50%-ot elérő vagy azt meghaladó az erdészeti hatóság által igazolt káresemény következett be. A jogcím igénylése ugyanúgy történik, ahogy a korábban bemutatott jogcímeknél. Az erdős jogcímek dossziét kell tölteni, az erdőrészlet adatok adatblokkban meg kell adni az erdőrészlet adatait, községhatár, erdőtag azonosító részletjel, sor elején a kijelölés jelölése, és ezután a beszúrkomban vihető fel a jogcím. Ha van kiegészítő intézkedés, ha megvalósult kiegészítő intézkedés, azt tölteni kell. Pirossal kerülnek kitöltésre, vagy jelölésre a kötelezően töltendő mezők. Meg kell adjuk, hogy egész vagy rész erdő részleten valósult meg a tevékenység. Az erdő részlet teljes területéhez a hatósági bizonyítványon szereplő teljes területet kell megadni. A helyreállítással érintett kérelmezett területnél azt a területnagyságot kell megadni, amennyit valóban megvalósított, amiről mérési jegyzőkönyvvel rendelkezik. Egész erdőrészletnél ez a szám csak egyenlő lehet az erdőrészlet teljes területével.
kitöltendő a helyreállítás módja, a hatósági bizonyítvány száma, meg kell adjuk a katasztrófa típusát, a katasztrófa mértékét, itt a hatósági bizonyítványról kell a százalékos értéket megadni. A felhasznált erdészeti szaporító anyagokra vonatkozó adatokat egy új panelen kell megadni, ez a panel a megnevezés mellett található plusz gomb megnyomásával érhető el. Pirossal kerülnek megjelölésre a kitöltendő mezők. A bizonylat sorszáma, a tétel sorszám, amelyet a származási igazolásról kell megadni. Meg kell adni a faj fajtát, a szaporítóanyag típusát, lenyíló listából kell választani a mennyiséget és a mértékegységet. A származási bizonylat csak akkor jelenik meg, ha a dokumentumok fülön feltöltésre kerültek a bizonylatok, és az adott erdő részlethez tartozó bizonylatot kell kiválasztani a listából. Ha nincs szaporítóanyag származási bizonylat, abban az esetben be kell jelölni a jelölő négyzetet, ha az adott erdőrészlethez a kérelem beadásakor még nem áll rendelkezésre a származási bizonylat. Azonban, ha ez rendelkezésre áll, akkor rögves csatolni kell a kérelemhez, mert ez kötelező melléklet. Ha a tevékenység részterületen valósult meg, akkor tölteni kell a tábla adatokat is.